Idén immár 23. alkalommal rendezték meg Budapesten a turisztikai díjátadó gálát, melyen Hévízt több szempontból is követendő példaként emlegették. Hévíz mindig ki van emelve, és mindig példálóznak velünk. Ez most is így történt, akár csak az államtitkár úr nyitó beszédében, ahol Hévízt különböző kategóriákban kiemelte, és hát mindig bekerülünk a díjazottak közé, vagyis legalábbis olyan hévízen dolgozó szakemberek bekerülnek, mint ami most is történt. Én azt gondolom, hogy köszönhetően a luxemburgi szakácsolimpiának és annak a produktumnak, amit az elmúlt években Miklós Beatrix elkövetett a városban, és ezt idézőjelben is jó értelemben mondom, az év gasztronómusának választották meg. Ez azt gondolom, hogy Hévíz számára fontos a gasztronómia, a hungarikumok, ezen belül a helyi termékek kihasználása ezen a területen, Európa és világszinten is egy előrelépés, és ebben Miklós Beatrix, ahogy mondtam, a szakma által az év gasztronómusa kitüntetést kapta. A turisztikai gálán egy másik elismerést is megszerzett a város, hiszen Hévíz polgármestere egyike lett azoknak a személyeknek, akik az úgynevezett top 50-es kiadványban szerepelhetnek. Egy szakmai zsűri, 19 szakmai szervezet kiválasztja azokat az embereket, akik szerintük a legnagyobb hatással, a legnagyobb befolyással vannak a magyar turizmus alakulására. Ide 50 embert szoktak kiválasztani. Most volt valamiféle rangsorolás is, és ebben úgy, ahogy én 2013-ban, 2014-ben is, tehát a tavalyi évben is jelölést kaptam, és be is választottak a legjobb, vagy a top 50 közé, ezt így hívják, ami azt gondolom, hogy úgy szintén egy nagy elismerés. Itt valójában tényleg nagyon sok szakember van, szállodaszövetség igazgatójától, nagy szállodaláncok igazgatóján keresztül, hogy evidens, hogy azok közé be tudnak kerülni, akik befolyásolják a magyarországi turizmust. Akkor, ha egy városvezető is be tud kerülni, akkor azt gondolom, hogy ez egy jelzésérték a városban. Mindenki, aki a turizmusért dolgozik, vagy ezen a területen dolgozik, gyakorlatilag ez egy közös díj, valahogy nevezni kellett, és így a polgármestert emelték ki a személyemet. Természetesen a személyemnek is nagy büszkeség és elismerés, főleg úgy, hogy már ezt második éve tudjuk megkapni, de a várost is ezáltal elismerik, és azt mutatja, én azt gondolom, hogy a szakma szerint nem csak a vendégek ide látogatását figyelembe, hanem a szakma szerint is Hévíz egyedit, és olyat tud alkotni a munkájával az elmúlt 3-4 évben, amit megbecsülnek itthon is, és adott esetben a világban is. Az elért eredmények a döntéshozókat további tervek megvalósítására ösztönzik. A városi költségvetésben a marketinget tovább erősítjük, újabb egyeztetéseket folytattunk a Turizmus RT-vel, közös projekteket csinálunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szolgáltatók Hévízen példaértékűen szerepelnek és állnak hozzá ehhez a dologhoz. Például az idei évre egy állandó németországi megjelenést tervezünk, amelyhez a szolgáltatók minden marketing büdzséjük felett, amit hozzátettek a közös kampányokhoz, még egy lépést tudtak tenni, és még pénzeket tudtak ehhez a közös akcióhoz tenni, hogy a német nyelvterületen egy állandó jelenléttel szerepeljünk. Tehát Hévíz az a példa Magyarországon, ahol van egy nagyon jó együttműködés, városi szinten minden egyes szolgáltatóval, és ez az együttműködés kiterjed a magyar turizmus eltere, tehát Magyarország turizmusára is. Mi megbízható és sikeres partnerei vagyunk Magyarország turizmusának és Magyarország turizmusával foglalkozó minisztériumnak és hivataloknak, és ezt is mindig kiemelik.